Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 20-án új hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mégpedig ezúttal a vízöntő jegyében. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy én az indiai asztrológiával dolgozom. Mi a különbség az indiai asztrológia és a mi általunk ismert asztrológia között? A tavaszi pont elcsúszik, mindig úgy körülbelül 2000 év után. Kezdetben még ott volt a bika jegyében, utána a kos jegyében, jelenleg a halak jegyében van. Az indiai számítás az figyelembe veszi ezt az elcsúszást. Persze nem csak a tavaszi pont csúszik el, hanem a bolygók állása is. Viszont a mi általunk ismert asztrológiánál ezt nem veszik figyelembe. Pedig fontos lenne, mert ez az indiai számítás ugyanaz, ahogy az asztronómusok is dolgoznak, és a bolygók ott vannak, ahol vannak, és pontosan ezt tükrözi az indiai horoszkóp. Ezért változtattam az irányt, és meg vagyok győződve arról, hogy az indiai számítás nagyon precíz. Egy új hold tehát azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Az indiai mitológia szerint a hold egy fiatal, szép férfi, és így új hold előtt nagyon fáradt, nagyon kimerül, kell számára az élet, erő, az energia, és ilyenkor találkozik a nappal, feltankol ebből az erőből, és utána megy tovább, minden növekszik, hiszen indul a növekvő hold fázis. Egy ilyen napon, egy új hold napon nyugalomra van szükségünk, kell a visszahúzódás. Én úgy is mondanám, hogy nagyon fontos a meditáció, hogy legyen egy elképzelés. Ez az új hold, tehát a nap és a hold ugyanazon a fokon van, mint Vénusz bolygó, és ugyanazon a fokon van, mint Plutó bolygó. Ez olyan, mint egy háromszög, és a szomszédos jegyből hatnak. Az új hold a vízöntő jegyében van, Plutó bolygó a bak jegyében, és Vénusz bolygó a halak jegyében. Megvan ez a közelség, megvan ez a kapcsolat, ez kihat a szerelemre, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet. Persze egy művészi területet és egy kreatív tevékenységet, és szimbolizál bennünket, hölgyeket is. Ami Plutó bolygót illet, itt kell ez a belső erő, hogy higgyünk abban, hogy a terveink megvalósulnak. Azon kívül Plutó bolygó jelentheti azt is, hogy valamit el kellene engedni vagy lezárni, ezek lehetnek a félelmek is. Különösen ennél az új holdnál, hiszen az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak, és ez az új hold a Shatabisha holdházban van. Ez lefordítva azt jelenti, hogy 100 félelem, 100 gyógyító erő, 100 szerencse. A gyógyító erő ott van. A szerencse ott van. Ha elbúcsúzunk a félelmektől, akkor itt szerencse lesz. Lesz egy szerencsés fordulat. Viszont ha még a félelmek ott vannak, akkor blokkolják az eseményeket. Ezen az új hold napon most
Sörög a telefon, tehát kicsit várok. Elfelejtettem kikapcsolni, bocsánatot kérek ezért a zavarásért, de én úgy gondolom, hogy az illető, aki keres engem, majd vissza fog hívni. Tehát itt ennél a Satabisa Holtháznál arról van szó, hogy itt megvan a gyógyító erő, megvan a szerencse, de vannak még félelmek is, és fontos lenne az, várok egy kicsit, fontos lenne az, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Pontosan ez, amit ez a holtház közöl számunkra. A szerencse, a gyógyító erő itt van, de még vannak félelmek, amitől el kellene búcsúzni. Ez Plutó energiája is lehet, hiszen Plutónál valamitől el kellene válni. És ez a megújulás, ezek a változások. Mivel az új hold a vízöntő jegyében van, itt elképzelésekről, ötletekről van szó. Ez az új hold egy kapcsolatban van Szaturnusz bolygóval, ami jelenti a manifestációt. Tehát ez az elképzelés megvalósul, hiszen Szaturnusz bolygó segít ebben. Szaturnusz bolygó kihat erre az új holdra. Ezen a napon, tehát február 20-án este 11 órakor tartok egy szertartást, amiben részt vehettek. Az energiai egyensúly az pontosan 4000 forint. Tehát, ha ezt befizetitek, benne vagytok ebben a szertartásban, a téma az, hogy milyen tervek vannak, mit hogyan lehetne megvalósítani. Ezen a napon, 20-án, Uránusz bolygó és Mars bolygó ugyanazon a fokon van a szomszédos jegyben. Az indiai számítás szerint Uránusz bolygó a Kos jegyében mozog, Mars bolygó a Bika jegyében. Itt is megvan ez a szomszédos kapcsolat, megvan a bizalom, a segítség, mint jó szomszédoknál. Uránusz bolygó jelent változásokat, és ez kihat Mars bolygóra, tehát kihat a férfiakra, hogy sokaknál lesznek most nagyobb változások. De visszatérve Vénusz bolygóra, Vénusz bolygó ugyanazon a fokon van, mint ez az új hold, tehát ránk hölgyekre is kihat ez az új hold energia, amikor legyünk visszahúzódóak, és jelenti azt is, hogy lesznek változások, lesz egy új kezdet. Hát sajnálom, hogy így a háttérben most a telefon így csörög és csörög, de nem akarom megszakítani a felvételt, hagyom, hogy kicsörögjön, és a közeljövőben majd ügyelek arra, odafigyelek rá, hogy a telefon ki legyen kapcsolva, amikor ezt a felvételt majd készítem. Ami még fontos ezen a napon, ezt is megemlíteném, Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat. Neptun bolygó kihat az intuícióra, a Neptun bolygó kihat az inspirációra is. Neptun bolygó a határon van a vízöntő jegye és a halak jegye között, de már a halak jegyében van, tehát áttért a halak jegyébe, ahol Neptun bolygó erős, hiszen Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett, ugyanúgy, mint Jupiter bolygó is. Ez most jól hat ki ránk, amikor álmokról van szó, elképzelésekről, meditációról, vagy aktiválja az intuíciót, az inspirációt. Neptun bolygó
hosszabb ideig majd itt marad a halak jegyében, de most van ez a változás, hiszen átlépett a határon, és itt az a fontos, hogy bízzunk ezekben az álmokban, tervekben, elképzelésekben, hiszen itt most alakulnak a dolgok, folyamodnak az események, mégpedig jó irányban. És gondoljunk a holtházra is, a Satabisa holtházra, 100 szerencse, 100 gyógyító erő, és a félelmek elmúlnak majd. És ez volt a felvétel, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!